Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Mit gondolunk a hibridekről? Azok ilyen nyomorúságos közlekedő edények, amúgy nem, de erről a beidegződésről leginkább az egyes Prius tehet, mert hát szerencsétlen így nézett ki. Mennyivel másképp gondolnánk a hibridekre, hogyha mondjuk egy nagy dögös kupé lett volna az első, mint mondjuk az LC500H, ami tök jól megy, vagy egy rendes hátsókerekes limuzin, mint a GS450H, vagy az LS600H, amik erősek, gyorsak, jól néznek ki és kívánatosak. Ez az a hiba, amit a Tesla nem követett el. Ők azt mondták, hogy a villanyautónak nem kell egy gyomorúságos doboznak lennie. A villanyautó legyen gyors, dögös és menő. Márpedig 1020 lóerő az elég menő. Anyád, Jézus! Nekem egyszerűen felfoghatatlan. Azt. Úristen, basz meg! Sokaknak van egy furcsa ellenérzése a villanyautózással, amit elég nehéz megfejteni, hogy pontosan miért van. Én három alapvető okra vezetném vissza. Az egyik az, hogy egész egyszerűen nem ezt ismertük meg. És félünk attól, hogy minden, amit tudunk a belső égésről, autószerető emberként, amit éveken át tanulmányoztunk és próbáltuk megérteni, az egyszerre csak így egy csettintésre feleslegessé válik. Ez egy nagyon komoly diszkomfortérzetet eredményez. Aztán ott van az is, hogy a belső égésű motoros autó egyfajta tanult élvezet. Gondolj bele, hogy amikor gyerekként belekortyoltál apád sörébe, mennyire gusztustalan, keserű, ízetlen valaminek tűnt, aztán eltelt tizen pár év, és rendesen jól esik kinyitni napvégén egy hideg sört. Aztán még ott van az is, hogy a belső égésű motoros autóhoz tartozik valamiféle dráma. Ugye az ősembernek is a legkomolyabb lépés, az emberi válás legkomolyabb lépése az volt, hogy megtanultuk megszelídíteni a tüzet, hogy meleget vittünk az otthonunkba, és hogy őrizni kellett a lángot. És a belső égésű motoros autóban is ez történik. Belső égés, elégetünk valamit. Képesek vagyunk uralni valamit, hangja van, hője van, drámája van, ami a villanyautóból mind hiányzik. A Tesla legzseniálisabb húzása az volt, hogy megmutatta a világnak a Roadsterrel, a Tesla Roadsterrel, a Lotus alapú Tesla Roadsterrel, hogy nem szükségszerű az, hogy a villanyautó egy ilyen kellemetlen zörgő tejfölös doboz, hanem lehet menő. Viszont ahhoz, hogy megértsük a Tesla gyökereit, még a Roadsternél is messzebbre kell visszamenni, egészen a 2000-es évek elejére az AC Propulsion T0-ig. Nem hallottál róla? Nem csoda, hiszen három darab keletkezett ebből az autóból összesen, és a balesetek folytán igazából csak egy maradt fenn a mai napig. Ez egy Piontech kitkár volt, amit bizonyos Tom Gage és Alan Cocconi épített. Egy csővázas műanyagkasznis kitben megvehető kis pályaautó, amiben beépítettek egy halom Optima ólomaksit, tudjátok, ez az, amit annyira szeretnek használni a mindenféle autóhifisek. Valamint belekerült egy delejesebb villanymotor, 160 km-t elment egy töltéssel, és durván 4 másodperc alatt volt 100-on. Itt jött a képbe Mark Tarpening és Martin Eberhardt, akik éppen eladták az e-book üzletüket a Gemstarnak 187 millió dollárért, tehát volt befektetni való pénzük. Eberhardtnak annyira tetszett, hogy befektetőként elkezdte pénzzel támogatni az AC Propulsion csapatát, és készítettek egy lítium-aksis változatot, ugye az ólomakkumulátorok nehezek voltak, ezzel még könnyebb lett, még erősebb és még gyorsabb az autó, jóval nagyobb hatótávval. Nagyon érdekes, hogy csináltak hozzá egy kis hatótávnövelő utánfutót, amiben egy sportmotornak a motorja hajtott egy generátort, húzta maga után és range extenderként működött. Az ember odaért a pályára, lecsatlakoztatta az utánfutót, majd ment veretni. Szóval elkészült a lítium akkumulátoros változat is, amivel Eberhardt 3 hónapig közlekedett, és elkezdte győzködni a csapatot, hogy ez annyira menő, annyira király dolog az elektromos sportautó, hogy meg kéne csinálni nagy szériában, hogy a tömegek is meg tudják venni. Viszont a két építő, Cocconi és Gage, nem különösebben mutatott érdeklődést az üzlet iránt, ők ezt saját szórakoztatásukra csinálták, úgyhogy Eberhardt és Tarpening megalapította a Tesla Motors-t. Ekkor Elon Musk még sehol nem volt, ám mivel ő is érdeklődött a sportautózás iránt, márhogy Musk, ezért ő is kipróbálta ezt az AC Propulsion-t, és hogyha nem ő is elkezdte győzködni Gage-et és Cocconit, hogy abban azért autót kéne csinálni, márhogy megvehető nagy szériás autót, de hát ő sem tudta meggyőzni a két építőt. Viszont végre megtörténhetett az a történelmi pillanat, ami ehhez az autóhoz vezetett, vagyis
Tarpeninget és Eberhardot összehozta Muskkal az AC Propulsion csapata, vagyis végre együtt volt az a három ember, aki pénzt akart csinálni az elektromos sportautóból. Az nyilvánvaló, hogyha valaki befut a szilíciumvölgyben, vagy sikeres startupper, akkor annak sportautóznia kell, így volt ezzel Eberhard meg Tarpening is, és úgy gondolták, amikor megnézték a második generációs Lotus Elise bemutatóját, hogy ez lesz az ideális alap az új amerikai villanyautóhoz. Nyilván amúgy Musk is tisztában volt vele, hogy a sportautó az egy angol termék eredendően, neki amúgy volt egy McLaren F1-es is, amit aztán elég csúnyán összecsukott. Na de a lényeg nem ez, hanem hogy amikor a trió felvette a kapcsolatot a Lotusszal, akkor a Lotus csak akkor ment bele az üzletbe, hogyha nem csak megpakolnak akkumulátorral egy Elise-t, hanem azt áttervezik úgy, hogy az autó handlingje, tehát a kezelhetősége megmaradjon olyannak, mint amiért a Lotus-t amúgy szeretjük. És ezen tényleg sokat dolgoztak. Maga a dizájn nem úgy maradt volna a hagyományos Elise dizájn, amit megszoktunk, mert hogy elég drága dolog ám átszerszámozni a présgépeket, hogy elkészüljenek az új karosszérielemek, de ugye ekkor Musk már bizottsági tag volt, sőt ő vezette a bizottságot, mint a legnagyobb részvényes, ezért azt mondta, hogy nem csicskulunk be, tervezünk egy egyedi külsőt. Ezt amúgy Barney Hatt, a Lotus akkori formatervezője rajzolta meg Hettelben. Tehát, hogy ez egy Lotus formaterv, egy Lotus szakembertől, amerikai igényekre szabva egy amerikai autón. A Tesla egyik legnagyobb vonzereje, amikor elkezdték mondjuk a Model S gyártását, az volt, hogy nem egy meglévő autóplatformot alakítottak át elektromosra, hanem fejlesztettek egy teljesen önálló platformot, ugye ez a már jól ismert gördeszka, vagyis hogy a padlólemez részét képezik az akkumulátorok, a két végében pedig vannak a hajtómotorok. Most nyilván a Lotusnál ez szóba sem jöhetett, hiszen valamilyen szinten igazodni kellett a Lotus saját vázához, ez a ragasztott szegecselt könnyű fémvázhoz, amit annyira szeretünk. Úgyhogy az akkumulátort azt ilyen tömbszerűen kellett elhelyezni a kaszni egy pontján, itt egészen picivel a hátsó kerekek előtt, fölött. Ez itt 6831 darab 18650-es cella, mondjuk mint amit egy korabeli laptop akkumulátorban is megtalálsz, és 450 kg a súlya. Na most, hogyha valaki úgy tisztában van az Elise-szel, akkor tudja, hogy ezek az autók olyan 8 és 900 kg körül mozognak, így nem nehéz kitalálni, hogy ez itt egy 1,3 tonnás autó. Na de, ez itt 53 kWh, 3,5 óra töltéssel ígérnek 350 megtehető kilométer, de egyszer egy őrült ausztrál páros kipróbálta azt, hogy a tökéletesen sík úton egy teljes sebesség optimumra beállva mennyit lehet vele elmenni. 501 vagy 2 kilométert mentek egy töltéssel a roadsterrel, nyilván mondjuk 70-nel, és amikor megálltak, akkor valami 3 kilométernyi hatótávjuk maradt. De mégsem ez a zseniális az autóban. Na de a lényeg az úgyis a motor, ez egy háromfázisú, négypólusú villanymotor, mindössze 32 kg a súlya, elforog 14 000-ig, bár nyilván ez teljesen máshogy értelmezendő, mint egy belső égésű motornál, és ezzel az autó megfutja a 200-at, de ami a lényeg, hogy hát 1-2 tizeddel így 4 másodperc alatti gyorsulásra képes 100-ig. Ez itt egy Roadster Sport, vagyis nem 250, hanem 290 lóerős, tehát azért ez már eléggé szedi a lábát. És a korai változatokban kísérleteztek sebességváltóval. Az autó kapott volna egy kétsebességes váltót, de egyszerűen nem tudták megoldani, hogy kellően finoman működjön, így is nagyon sokat csúszott az autónak a megjelenése, és hogyha még kireszelték volna ezt a váltó dolgot is, akkor valószínűleg még tovább csúsztak volna, és még drágább lett volna az eleve nem olcsó autó. Na de! Amúgy a váltó elektromos autónál nem feltétlen hülyeség, mondjuk most a Porsche Taycanban és az átmatrizázott változatában, az Audi RS e-tronban is az erősebb változatokban van egy kétsebességes váltó, egész egyszerűen azért, mert ugyan a villanymotornak nagyon széles az a tartománya, hogy jól tud működni, de nem végtelen. Így egy kicsit lehet optimalizálni az energiakihasználást, lehet növelni a hatótávot. Csak hogy látszódjon, hol járunk a Tesla történetében, érdemes megnézni a küszöböt. Ezt az autót még Tesla Motors néven emlegetik, ugyanis amikor Eberhard Tarpening megalapította ezt a céget, még így hívták, később nevezték el Teslára. Na most egy Lotusban ülünk, előttem a kormányon is Lotus embléma van, nem tudom, hogy esetleg mennyire nyilvánvaló a háttérből itt akadnak Lotus alkatrészek ebben a műhelyben.
ugye megtartották ezt a jellegzetes középső merevítő elemet, ami a ragasztott szegecselt váznak kvázi a gerince, viszont nincs rajta sebességváltó, hiszen hát nincs rá szükség. P-gomb van, R-gomb van, üres van, D-gomb van, tehát mint egy gomnyomós automata váltó egy modern akármiben. Nagyon látszik az, hogy ezt az autót már geekeknek szánták, tehát azoknak az embereknek szánták, akiknek mondjuk a hamarabb volt iPhone-ja, mint jogosítványa, de mondjuk rendkívül sikeres vállalkozók, és itt van a régi nagy formátumú hány pines Apple csatlakozó? 30 pines Apple csatlakozó. Nagyon vicces, hogy ez most egy szabványméretű iPhone 14, tehát hogy a kapható kisebbik iPhone 14, de a slotba már nem illeszkedik bele, arról nem beszélve, hogy a csatlakozó formátum is nagyon durván összement, de hát nyilván egy 2G-s, 3G-s iPhone az tökéletesen itt volt ezen a helyen, meg hát nyilván azt is megszoktuk a Teslákban, hogy hatalmas-hatalmas kijelzők voltak bennük, vannak bennük a mai napig, hát itt az összes rendszeri információ az itt van. Műszakilag nagyon érdekes, hogy hogy lett ebből az autóból Tesla. Mármint ugye legyártották a kész karosszériákat Hetelben, majd az autókat motor és akkumulátor nélkül átvitték Amerikába. Jól látszik amúgy, hogy SS az alvásszám, ami azt jelenti, nem azt, hogy kisméretű, amúgy elég kicsi, hanem azt, hogy a United Kingdom, tehát hogy Angliában készült. Na de, nagyjából idáig az autó 90%-ban megfeleltethető egy Lotusnak, és a hátsó segédváz teljesen más, ugye az akkumulátor és a villanymotor miatt megváltoztatták a futóműbekötési pontokat, emiatt 5 centivel, 2, valahány szollal megnövesztették a tengelytávot. Na most a Lotus következetesen azt állítja, hogy az autó 60%-ban Lotus, a Tesla azt állítja, hogy 7-10%-ban Lotus, az igazság valahol félúton lehet a kettő között. Én hajlok rá, hogy nagyobb részt inkább Lotus, főleg azért, mert egy Lotusokkal foglalkozó műhelyben vagyunk, és a szakemberek azt mondták, hogy azért okosan kell ezt a 10%-ot kezelni. Akárhogy is, sajnos nem tudjuk kipróbálni, mert ez az autó pont elromlott, de napi használatban van, 210 000 km van benne. Az akkumulátora ilyen durván a kapacitása 40%-a környékén jár, de cserélhető előjegyzésben, hogyha az ember előjegyezteti magát, akkor a Tesla még leszállít hozzá frissített akkumulátorokat, amivel a 400 km-es hatótáv sem lehetetlen. 30 000 dollárba kerül egy új akkutömb, és durván 10 000-ért beszámolják a meglévőt. A felső az a rajtaautomatikás idő, az alsó, az pedig a csak simán lepadlózós. Ezt a Model S Pledet az FMC Rendtől kaptuk kölcsön, náluk nem csak átlagos, de ilyen különlegesebb, extrémebb autókat is bérelhettek, mondjuk ez azért elég extrém, például Mini John Cooper Works, BMW M5 CS vagy Audi R8 Spider, sőt, mielőtt megvettük ezt a GR Yaris-t, előtte tőlük béreltünk ki egyet kipróbálni. A videó az egy olyan műfaj, hogy van hozzá kép, ellenben minden ember kényszeredetten dolgának érzi, hogy meséljen az autó formájáról, annak ellenére, hogy a nézők látják, hiszen van hozzá kép. Na de, én szeretek beszélni, úgyhogy elmondom, mit gondolok. Igazából a Model S-t most már 11 éve nézzük, ezért egy picit öregnek hat. Viszont ez egy baromi jó formájú autó, annak ellenére, hogy semmi sem indokolja, klasszikus, hosszmotoros, hátsó kerékhajtású arányai vannak. Van prémium gép, hosszú géptető, minden egyéb. Holott erre nem lenne szükség, hiszen az elektromos hajtás az így szépen fekszik végig az autó alján. Sosem láttam különösebben jellegzetesnek, mindig azt érzem, hogy ez egy pár éves Jaguar, ami találkozott egy első generációs Kodó Mazdával, de ennek ellenére nem lehet rá azt mondani, hogy rosszul néz ki. Amitől ez a konkrét darab, a Pled viszont mégis különleges, azok a szélesítések. Már látszik a lökhárítón is, meg hogyha az ember belenéz a tükörbe, azért látszik, hogy ebbe az autóba beletoldottak szélesebb a nyomtáv, hiszen a nagyobb teljesítmény ezt megköveteli. Mondjuk azt, hogy a sportszedánok mércéje a BMW M5. A BMW M5 CS 600 sok lóerővel, V8 biturbóval, egyébként amíg meg nem jelent a borzasztó XM, addig ez volt a valaha gyártott legerősebb BMW. Na, ez az autó egy 400 méteres gyorsulási versenyen 60 métert ad az M5 CS-nek. 400 méteren 60-at.
Aztán, hogyha a Nürburgring köridőket nézzük, mert ugye mit szoktak ezekre az amerikai vackokra mondani, hogy hát azok csak egyenesen tudnak menni. Na, a Nürburgringen az M5CS 7.29-et megy. Ez 7.25-öt. Mellesleg ennek az autónak a track package-el szerelt változata, tehát a kerámia fékes változata, az most jelenleg a leggyorsabb EV a Nürburgringen. Bár simán lehet, hogy mire megjelenik ez a videó, addigra a Porsche Taycan, hát Turbo GT néven emlegetik, de ez még ugye nem biztos, annyi biztos, hogy annak is három villanymotorja van, mint ennek. Szóval, hogy simán előfordulhat, hogy a Turbo GT hivatalos ideje addigra jobb lesz, mint most a Tesla-é. A Tesláról nem lehet anélkül beszélni, hogy Elon Muskról beszélnénk, mert bár fizikus és közgazdász végzettsége van, az igazi sikerei mégis annak köszönhetőek, hogy remekül tudja tematizálni a piaci környezetet, remekül meg tudja érezni a trendeket, és nagyon jól fel tud ülni a trendekre. Például a második körben, amikor a befektetőket kerestek a Teslához, vitte egy kört Larry Page-t és Sergey Brint, ugye a Google alapítóit, a Tesla Roadsterrel, ami akkor éppen bemondta az unalmast, és nem volt hajlandó 15 km/h-nál gyorsabban menni. Viszont Musknak mégis sikerült meggyőzni a két tech mágnást, hogy adjanak pénzt a Roadsterre. Emberünket az ellentmondásos szó nem írja le jól. Például sokan hivatkoznak rá self-made manként, maga is szereti elmondani, hogy nem volt annyira egyszerű gyerekkora, de például az apja egy dél-afrikai ingatlanmágnás, akinek még smaragdbányákban is volt résztulajdona. Mindig elmondja, hogy az ő célja az, hogy jobbá tegye a világot, hogy jobb legyen az emberiségnek, ezzel párhuzamosan viszont tűzzel-vassal írtja a Tesla dolgozóknak a törekvéseit a szakszervezet létrehozására. Eszméletlen komoly technikai és főleg üzleti sikereket ér el, viszont sokszor csak hónapokon vagy éveken át csak hitegeti a befektetőit, és nem jönnek az eredmények. De mégis működik. Viszont amit nem lehet eltagadni tőle az az, hogy ő nem egy autóipari dinoszaurusz, ő egy tech vállalatnak a vezetője. Ennél fogva sokkal rugalmasabban reagál a trendekre, jobban érzi meg a kommunikációt, és ez oda vezetett, hogy a Teslának az elmúlt 20 évben nagyjából havonta keltették halálhírét, hogy most már aztán csődbe fog menni, most már aztán a földbe fog állni. De itt vagyunk 2023-ban, és idén az első negyedévben a világ legnépszerűbb autója az eladások száma alapján a Tesla Model Y. Nem elektromos autója, autója. Több Model Y-t vettek 2023 első felében, mint Toyota Corollát. Musk meg a világ leggazdagabb embere. Tehát mégis ő csinál jól valamit. Elmúlik a romantika a világból, nekem is azok voltak a kedvenc részeim az autós videókban, akár néztem, akár csináltam, amikor a nyitott géptetőnél csodálkoztunk a technikára. Na, ez a legközelebbi, amivel tudunk kerülni a technikához a Model S Plaid-ben. Valahol itt van a két darab hátsó villanymotor, és amúgy tök érdekes, hogy ez a csomagtartó, ez ilyen iszonyat hatalmas, még így lefele, ugyanis nincs itt 200 liternyi kipufogó dob, de már is kimászok belőle, mert hát komolyan kell venni ezt a feladatot, szóval. Ami igazán érdekes ebben az autóban, hogy három darab villanymotor van. Egy az első tengelyen, kettő itt hátul. Ezeket nem közösítik, nincs köztük mechanikai kapcsolat, tehát nincs differenciálmű, hanem folyamatos torque-vektoringgal oldják meg a két kerék fordulat szemkülönbségét, és ezek nagyon különleges villanymotorok. Eszelős fordulat számig fel tudják őket pörgetni, bőven 20 ezer fölé pörögnek, mert itt ugye nincs sebességváltó, ellenben ez az autó 300 fölött tud menni. És nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy hát tudjuk, hogy a villanymotoroknak nagyon széles a fordulatszemtartománya, ahol terhelhetőek, de hogy ennyire széles fordulatszemtartományban terhelhetőek legyenek. És a fordulatszem megemelése az problémákat okozott, ugyanis ez egy állandó mágnes és szinkronmotor, aminek a belső laminátumai, az a sok kis lemez, amit föltolnak egymás mellé, amit betokozzák a mágneseket. Szóval ilyen fordulatszemnél fennáll a veszélye annak, hogy a neodímium mágnesek, azok így érintő irányba a fordulatszem növelésével kiszakadnak a forgó részből, ami hát nyilván nehezen összeegyeztethető az üzemszerű működéssel. Ezért, bár nem ez a világ első olyan villanymotorja, aminek karbonkompozit hüvelye van, de az első nagy szériában gyártott ilyen megoldás. Ez erre azért van szükség, mert kellően vékony karbonkompozitot kell alkalmazni, hiszen a villanymotor akkor működik hatékonyan, hogy a külső gerjesztő tekercsek és a belső neodímium mágnesek között a forgórészben minél kisebb a légrés. De nem tolhatod ki a mágnest a szélére,
hiszen akkor megint csak ott vagy, hogy kiszakadnak. Hát nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy kellően kicsit tudjon lenni a légrés, hogy kellően erős tudjon lenni a karbonkompozit a forgórész körül, és még a mágnesek elhelyezkedése is ideális legyen ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni. És ehhez a technológia az nem volt adott. Tehát nem az történt, hogy a Tesla ezt megrendelte egy beszállítótól, aki lefejlesztette és beszállította. Nem, a Teslának ki kellett fejleszteni az eljárást és a vonatkozó gépeket, amivel ezt megoldották. Úgyhogy itt van hátul ez a két villanymotor, a rendszer teljesítmény 1020 lóerő, a nyomaték az pedig 1420 Nm. Itt van egy kis kézikönyv, hogy hogyan kell rajtolni, hogyha egyszer beraktuk a dragstrip módot. Lenyomod a pedált, utána lenyomod a féket, utána lenyomod a gázt, majd fölengeded a féket. Gondoltátok volna? Azért egy kicsit érezni, hogy elsősorban amerikaiaknak készül. Ha bekapcsoljuk a dragstrip módot, akkor kér az autó egy másfél-két percet, hogy előfűtse az akkumulátorcsomagot, leengedi az első futóművet, hogy amikor megérkezik a nyomaték, akkor hátul be tudjon ülni, és még durvábbat induljon, és ezen felül még van track módunk, mert Európában kanyarodni is szeretünk. Na most a track mód az egy olyan funkció, amit nyilván természetesen csak versenypályán használunk, bejön egy komoly visszajelző műszer, az első és a hátsó fékeknek a hőmérsékletét is mutatja, elkezdi előfűteni az akkumulátort a komolyabb megterheléshez, és tudjuk kustomizálni a hajtásképletet, tehát tetszőlegesen állítgathatjuk a hajtást, hogy 100%-ot hajtson előre, 0-át hátra, vagy 100%-ot hátra, 0-át előre. Mi előbb 80-20-ba próbálgattuk, baromi ügyesen játszik az autó a hátuljával. Ugye ezen a szinten tulajdonképpen feleslegessé válik a sperdifi, hiszen oldalanként van egy villanymotor, bemegyünk a kanyarba, lelépjük és irányba teszi az orrát folyamatosan. A stabilitás szabályzót, hát azt 10 fokozatban tudjuk szabályozni, a nagyon szigorú és nagyon játékos között. A regeneratív braking-gel is játszhatunk, ezen kívül persze be tudjuk állítani a hajkurászás utáni visszahűtést is. Régen mindig az volt a sírálom a Model S-szel, meg úgy általában a Teslákkal kapcsolatban, hogy szép és jó, hogy le tudják adni ezt a teljesítményt, de hogy csak fél kört volt menni a Hungaroringen, meg hogy csak egyszer tudja ezt a gyorsulást, aztán hűtenie kell, meg hogyha gyors tölteni akarod, akkor is túlmelegszik. Na most ezen azóta nagyon sokat dolgoztak, és a Plaidnél, ami meg ilyen borzasztó erős, tehát ilyen borzasztó áramokat vesz fel, ennél meg még inkább. Nagyon érdekes, hogy itt még a régi 18650-es szabványt használják az akkumulátorcelláknál, ugye 18 mm x 650 mm, nem pedig az új 4680-asat vagy 2170-eset. Ez azért fontos, mert itt a hűtésen kellett nagyon sokat dolgozni. Tehát korábban a minden egyes hűtőcső, ami az akkumulátor csomagban futott, 444 cellát hűtött. Na most ezt sikerült redukálni úgy, hogy egy hűtőcső most már csak 144 cellát hűt, ennél fogva, hogy egy hűtőcső kisebb felületet szolgál ki, hatékonyabb a hűtés. És ami igazán fontos, az az, hogy az akkumulátorban kevesebb lett a cella. Ezt azért tudták megtenni, mert szilícium hozzáadásával megnövelték a cellák kapacitását. Tehát egész egyszerűen ugyanannak a power density-nek az eléréséhez, tehát erősűrűségnek az eléréséhez nincs szükség annyi cellára. Tettem egy full self-drivingot, ez itt most Európában a jelenlegi jogi körülmények között nagyjából egy level 2-es önvezetésnek számít. Tudunk például automatán sávot váltani, és nyilván van sávtartás, valamint követés, hogyha a körülmények adottak. De mindenkinek az az első kérdése ennél az autónál, hogy miért kell bele ez az irgalmatlan teljesítmény. Na most ez azért van, mert a belső égésű autókból indulnak ki. Amikor az ember mondjuk egy 1000 lóerős, vagy most egy 7 vagy 800 vagy 900 lóerős autóval közlekedik, az egy merő gyötrelem. Oda kell figyelni a bemelegítésre, jellemzően kemények, ráznak, pattognak, dől belőlük a forróság, ha lassan megyünk velük is 30 litert fogyasztanak, egy ilyen extrém távoli dolognak tűnik. A villanyautó ebben nagyon komoly változást hoz, mert itt az 1000 lóerő az azt jelenti, hogy ha úgy közlekedek vele, mint két hete az Ioniq 5 tesztautóval, akkor ugyanúgy országúton és városban nagyjából 16-17 kWh-t fogyaszt, mint a 200 pár lóerős Ioniq 5. Csak, hogyha az embernek olyanja van és rárúg a pedálra, akkor még 100-ról is úgy indul el, hogy tök jó lenne, hogyha az én autóm egyről így indulna el. Nem tud így elindulni. De a lényeg, hogy a villanyautónál egy kicsit át kell állni fejben, hogy mégis milyen teljesítményszintek vannak, mert ugye 200 lóerő sokkal többnek érződik, mint egy benzinmotoros autóban 200 lóerő. És az a legdurvább az egészben, hogy ez nem úgy van, hogy
hogy az ember itt bekattingatja az üzemmódokat, meg figyel a váltóra, visszagangol, nyomaték, úgy hol legyen, stb. Nem, itt nincs várakozás, nincs petting, nincs dráma. Rálépsz, tarkonver. 2,2 tonna, bármikor tarkonver. Nagyon. Most egészen nyilvánvaló, hogy ha áttesszük chill módba és csak gurulunk, akkor ez egy remek autó, igényes futóműve van, kicsi a CV értéke, emiatt relatíve keveset fogyaszt. Volt vele egy autópályás Balaton oda-vissza, milyen 110-130 között, amit engedett a forgalom, az is ilyen nagyjából 17 kWh-ra jött ki, országúton tud ez lenni 15-16 is, ami egy 2,2 tonnával 1020 lóerővel parádés érték. Nem számoltam át literre, de tényleg elképesztő. Nagyon érdekes még az is, hogy a tudatot hogy formálja. Hogy az ember közlekedik ezzel az autóval, én egy meglehetősen nyugodt sofőrnek tartom magam, nyilván ezért van Priusom, nem érzem azt, hogy a napi közlekedés során nagyon el kéne dobni az istrángot, de itt szép lassan bemászik az ember tudatalattiába, hogy tulajdonképpen nincs ellenfele. Nyilván létezik Rimac, meg létezik Bugatti Chiron, de ezek az autók sosem fognak feltűnni a közlekedésben. Úgyis mindenkiben az a kérdés merült fel, hogy de mennyi idő feltölteni? Na most ezt az autót V3-as Superchargeren meg lehet tolni 250 kW-tal. A Motortrend tesztje szerint 5%-ról töltötték az autót 95%-ra, 5% után viszonylag hamar beáll a 250 kW-os töltési szint, amit kitart nagyjából 30%-ig, és nagyjából 60%-nál esik vissza 100 kW alá. Na most ez azt jelenti, hogy 20-80%-ra, ami ugye általában a mértékadó mérés, 27 perc alatt lehet feltolni az autót. Viszont, hát nekem most ez nem áll rendelkezésre, úgyhogy marad régi barátunk a villásdugó, amit be is helyezek ide a céghez. Ez Oliveré. De most én használom, érted? Ekkora lázadás van. Ezzel nagyjából 3 kW a töltési teljesítményünk, ilyen 13 amper. Vagyis holnap reggelre 40-ről durván 70-75%-ra fogja feldurrantani az autót tapasztalataim szerint a mostani 40-ről. A csóró teszlások élete. Én szeretem ezt az autót, a benne lévő hülyeségfaktor és az általános jósága miatt is. Egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy betérjek a Tesla kisegyházba. Viszont a valódi szeretet abban mutatkozik meg, hogy elfogadjuk a szeretet tárgyának a hibáit. Mert hát vannak olyan hibák, amikre így 10 millió forint környékén csak legyintenék. De 60 millió forint környékén nagyon nehéz legyinteni. Határozottan nyomasztó például, hogy ez az ajtó, ez 10-ből 8-szor nyitva marad, mert annyira nem jól illesztett a kéder, vagy nem tudom, hogy be kell csapni. Napokig tartott megfejtenem, hogy mi zörög az alig 9000-et futott autóban. A monitor hátsó burkoló eleme. Szépen fut a műszerfal, szépen fut az ajtókárpit, mint Eliud Kipchoge, de a kettő nem találkozik. Először azt hittem, hogy ez feature, de mint kiderült bug, mert a túloldalon meg találkozik. És az a baj, hogy mivel ez egy ilyen szép fehér autó, nagyon látszik az, hogy tök jó az illesztés. Tök jó az illesztés. A túloldalon viszont az erre járó postás gyanútlanul még beledobja a levelet. Reggel megmostam az autót egy kézimosóban, utána tűnt fel, hogy ez az anyag itt, hát bízom benne, hogy nem a vízsugár hatására, de elengedte az ajtót. Nem tudom, itt tart, itt vannak problémák. Minden egyes csomagtérnyitásnál olyan érzésem van, hogy a csomagtérajtó le fog törni a helyéről. Csukásnál dettó. Nézzétek, leereszkedik. Nagyon sok autógyártó, akik a közelmúltban kezdtek villanyautót gyártani, tulajdonképpen az elmúlt 100 év autógyártásának a rabságában éltek, ami abban mutatkozik meg, hogy amikor elkezdtek villanyautót gyártani, a gyárthatóság kedvéért, hogy mondjuk tudjon egy soron készülni egy elektromos merci és egy belső égésű, ezért sok helyen fel kellett használni a platformelemeket a belső égésű motoros autóktól. Ez is hatalmas előnye volt a Teslának, hogy nekik nem kellett egy belső égésű platformot tákolgatni, hanem csinálhattak egy tisztán elektromosat. Ezért van kultúrált méretű első csomagtartónk, és ahogy azt már emlegettük, a hátsó csomagtartó is orbitális méretű tud lenni, hiszen az egyetlen dolog, amit el kell dugni, az tulajdonképpen a hátsó futómű, meg a beleépített hajtáslánc, és itt van mögötte még elképesztő mennyiségű hely. Tehát, ha a villanyautót jól csinálják meg, értsd, kap egy dedikált platformot, akkor sokkal, de sokkal jobb a hely kihasználása, mint egy belső égésű motoros autónak.
És a legfeltűnőbb ebben az autóban az, hogy azzal, hogy eltűntek a bajuszkapcsolók, eltűnt a sebességváltó is. Ezt az autót tulajdonképpen az esetek egy részében nem kell sebességbe tenni. Beülsz, bekötöd magad, rálépsz a fékpedálra, és ő azt gondolja, hogy előre akarsz elindulni. De ha én például neki kormányzom itt operatőr kolléga fókuszának, és megállok, majd teszek egy B-t, és utána ismét megnyomom a gázpedált, akkor ő tudja, hogy van valami előttem, tehát nem akar oda elindulni. Ezért mindenféle külső segítség nélkül rükverzbe teszi magát. Na most ez mondjuk azt, hogy 10-ből nagyjából 5-ször működik, de volt olyan, hogy simán volt előttem egy fal 1 méterre, és az autó még következetesen előrefele akart elindulni. Ez egy bétás funkció, tehát még zajlik a tesztelése és a fejlesztése. Amúgy, hogyha az autóval mi szeretnék megmondani, hogy hova akarunk menni, nem pedig azt akarjuk, hogy az autó találja ki, akkor így előre menetet teszünk, így pedig rükvercet teszünk, így pedig kirakjuk B-be. Nem tudom, én együtt tudtam volna élni, már csak biztonsági okokból is a hagyományos sebességváltóval, és tök jogosan merül fel a kérdés, hogy mit csinálsz, hogyha összeomlik a fedélzeti rendszer. Az európai modellben nem tudom, az amerikai modellben, hogyha megfelelő fényerővel megvilágítják, akkor itt vannak vészgombok. És bejöttek a vészgombok, nézd! Akkor ezek szerint az európai modellben is megvannak. Szóval, hogyha összeomlik a fedélzeti rendszer, vagy bármilyen egyéb szoftveres hiba történik, akkor az autót sebességbe tudjuk tenni ezeknek a gomboknak a megnyomásával. Amit nagyon szeretek a Teslákban, az az, hogy kicsit olyanok, mint az iPhone, vagyis, hogy nem egy operációs rendszer tákolgatnak rá minden készülékre, hanem az adott járműhöz tartozik az adott szoftver, saját rendszerük van, ami egészen zseniálisan működik. Például ilyen apróságok, hogy szeretném állítani a kormányt, bejön ez a menü, és nem különböző kapcsolók vannak itt, hanem eleve itt van ez a gomb, amit tekergetve állítom a magasságot, ha jobbra tolom, akkor kihúzza, ha balra, akkor be. Zseniális. Nyilván el tudom menteni, meg vissza tudom állítani az eredeti állapotot. Aztán tükrökkel, de ettől ugyanez a helyzet. Baloldali tükör. Jobboldali tükör. És ezzel a gombbal, kvázi joystickként. Ez egy nagyon jó fajta találkozása a hagyományos nyomogombos megoldásnak és a digitálisnak. Ezen az autón ez nem fáj. És hogyha azt szeretném, hogy én itt mondjuk aludnék egy jót, viszont Roland hátul szeretne nézni egy kis Netflixet, akkor pusztán annyit csinálok, hogy display, és ezt a delejes méretű tabletet befordítom középre. De ha Roland esetleg az anyós ülésről szeretne Netflixet nézni, akkor átfordítom neki oda. Ezek azok a dolgok, amik akármilyen más autóban, ugyanígy megvan a törekvés, hogy legyen egy átlátható, jól kezelhető fedélzeti rendszer, de nincs meg. Sok helyen még mindig jobban élvezném, hogyha lenne hagyományos nyomógombok vagy fizikai kezelőszervek, például a sebességváltó, de ha már mindenképpen így kell megcsinálni, akkor legyenek ilyen hatalmasak, jól láthatóak, határozottak az elemek. Engem egy egész kicsit még emlékeztet is egy 5-6 generációval ezelőtti iOS-re. Nagyon bírom Muskban, hogy a kommunikációjában benne van ez az emberközeliség, tehát hogy ő nem egy ilyen valahol egy üvegtoronyban létező vállalatvezető, hanem néha érezteti azt, hogy ő is egy ember. Egyszer valaki Twitterre kiírta azt egy felhasználó, hogy nagyon szereti a Tesláját, de nem lehetne bele csinálni egy olyan üzemmódot, hogy amikor benne hagyja a kutyáját, akkor járatja a légkondit, csendesen szól a zene, és kiírja ide, hogy mindjárt jön a gazdám, én jól érzem magam, megy a légkondi. És Musk válaszolt, hogy de, a következő frissítéssel megérkezett a dog mode, ami tulajdonképpen ezt csinálja. Bent hagyjuk a kutyát, járatja neki a légkondit, szól a zene, nem kapcsol le az autó, tehát az állat nem fog megsülni oda bent, és egy jó indulatú járókelő nem fogja beverni az ablakot, hogy kimentse szerencsétlen négylábút. Ugyanígy van camp módunk is, hogyha esetleg ledöntenénk az ülést és elaludnánk az autóban. Ez addig működik, amíg 20%-ra nem merül az aksi, megy amúgy nyilván a sentry mód, tehát az autó megfigyelő módja, és ezek mind olyan dolgok, hogy bármilyen más autóban is lehetne ilyen, de miért nincs? Ezek zseniális ötletek. De az igazi lényeg az úgyis az, hogy van Steam. Tehát, hogy tudunk játszani rajta. Itt van a legendás Beach Buggy. Ezt nyilván, aki már egy kicsit is foglalkozott a Teslával, azt ismeri. Ez tulajdonképpen egy ilyen szabvány, hát Crash Bandicoot jellegű, ilyen csapatós, egyszerűbb autós játék, aminek a legnagyobb jósága az az, hogy az ember az autókezelő szerveivel vezet.
tehát hogy a játékot mutatom. Lehalkítani nyilván nem tudom. Tényleg úgy néz ki, mint a Crash. De szerettem PS1-en a Crash-t. Nyilván a gázt nem szabad hozzá használni, tehát hogy a gáz nem engedi, az autó magától megy, ellenben fékezni a fékpedállal fékezünk, és ja, csak a legérzékenyebbre állítottam a kormányt, aminek nyilván van egy olyan jó téteménye, hogyha mondjuk játszok 2 órát, akkor nem kopik el a gumi egy ponton, mert ugye nagyon könnyű kezelni a kormányt, mert hogy szervós, de ilyenkor az autó alatt mozgatjuk a kerekeket. Most lehetnénk véresen komolyan az életet, hogy miért van erre szükség egy autóban, meg boomerkedhetnénk itt, de összességében szerintem a kisfiam rohadt jól érezné magát, és nem őrülne meg, amikor várjuk a szabad Superchargert. Nem fogjuk végigmutogatni az összes funkciót, mert nyilván nagy részét ismeritek, tudunk kirakni tábortüzet, akkor finom meleg levegőt tud hozzá lehelni, hogy otthonosabb legyen, lehet játszani Fallout Sheltert, meg tényleg rengeteg ilyen kis időelcseszős apróság van. Fölmehetünk Netflixre, nézhetünk Twitch élőket, YouTube-on feliratkozhatunk a Check Engine-re, ami nagyon fontos, meg egy halom-halom apróság, ami nem biztos, hogy egynél többször fogod használni életedbe, de ingyen van, és mosolyogsz egyet. Nem gondolom, hogy ez bárkinek is fáj. Természetesen böngésző is van, hogyha fölmennél az amonoliver.com-ra rendelni egy frankó E-Sleep Swift bögrét. Vagy pólót. Vagy egy szép szövetképet az Audiról. Musk volt a Tesla Motors legnagyobb részvényese, ezzel az igazgató tanács elnöke is, és 2007-re sikerült Eberhardot kigolyóznia a cégből. Ebből aztán később Per is lett. De a lényeg, hogy már ő volt a CEO, vagyis az elnök vezérigazgató, viszont megérkezett 2008, ezzel együtt a gazdasági válság, és Musknak, hogy egyáltalán működni tudjon a vállalat, minden pénzét bele kellett tolnia a Teslába, sőt, még állami hiteleket is fel kellett vennie. Viszont már gőzerővel folyt a Model S fejlesztése, ami aztán megjelent 2012-ben, ezzel sínre téve a vállalatot. Bár folyamatosan visszaforgatták a hasznot, és nagyon sokszor kétséges volt az, hogy megmarad-e a vállalat, de az biztos, hogy az embereknek elkezdett imponálni a villanyautó, ami egyrészt annak tudható be, hogy dögös, másrészt annak, hogy pokoli jól megy, harmadrészt pedig annak, hogy Musk a geekekhez szólt, azokhoz az emberekhez, akiket már beszippantott a technika. Ő nem a petrolheadek irányából közelített, tehát nem hagyományos autóknak látszó villanyautókkal próbált meghatni azoknak az embereknek a lelkére, akik még a belső égés felől jöttek, hanem inkább azokhoz az emberekhez szólt, akiknek iPhone-juk volt, meg iPad-jük a jogosítvány előtt. És ez beválni látszik, és ugye önmagát is geekként határozza meg. Erre nagyon sokszor amúgy rá is játszott. Ott volt ugye, volt egy vendégszereplése a Vasember című filmben, amúgy kimondva kimondatlanul, de Tony Stark karakterét, amit ugye Robert Downey Jr. játszott a Marvel filmekben, azt kicsit róla is mintázták. Aztán a geek kultúra egyik fákja vívője, a Big Bang Theory, abban is többször feltűnt, hiszen ő ennek a kultúrkörnek a részének érzi magát. Nyilván egy vadkapitalista, könyörtelen üzletember, de egy kicsit tényleg elhiszed róla, hogy ő 11-12 évesen megcsinálta az első számítógépes játékát, amit aztán $500 eladott. Mert tényleg. És ezt a mentalitást sikerült átvinni az autókba is. Nem azt érzed, hogy egy elefántcsontoronyból küldték le mindenféle nagyfejű mérnökök, hanem azt, hogy ugyanolyan számítástechnikáért, a geek kultúráért, képregényekért, filmekért, videójátékokért rajongó emberek készítették, mint amilyen te vagy. És ez hozta el a Tesla sikerét. Ennek az egyik legjellegzetesebb kivetülése az, hogy Musk egyik kedvenc filmje az űrgolyhók, ugye Mel Brooks Csillagok háborúja paródiája, ezért mindig becsempész egy kis geget az autókba ebből a filmből. Ugye a korábbi modelleseknek a nagyon gyors módja volt a Ludicrous mód, nem Ludacris, az a rapper, Ludicrous, ami a röhelyesen nagy sebességre utal. Ugye a filmben, amikor menekült a pozitív hős, akkor ő az űrhajóját Ludicrousba kapcsolta, és hogy a negatív hős utolérje, na, ő az űrhajóját mibe kattintotta föl, na mibe? Plaidbe, ugye a skót szoknyás minta. Ezért ugye az autón látszik is hátul a skót szoknya, az elmosódó csíkokkal, meg amikor ezt az autót átrakod dragstrip módba, és elindulsz, akkor a sebességmérő mögött megjelenik az űrhajóban is látott effektus a filmből. Milyen más autógyártó csinál ilyet? Azt tetszik benne, hogy egy kicsit azt sugározza felét, hogy nem veszik véresen komolyan az életet. Pedig ez egy 1000 lóerős autó, és mégis tudják, hogy az 1000 lóerő az a benned élő nagyra nőtt gyereknek szól. Hát, meg az összes többi is.
az elefánt a szobában, az most jelen esetben a jók. Tehát ez egy jók őr lesz. Na most elvitathatatlan előnye, amikor az ember vezet, mondjuk szerpentinezik, szép hosszú kanyarokba megy, meg ilyenek, hogy ezt a kormányt nem lehet rosszul fogni. Nincs windízelezés, nincs apukázás, nincs szurikertázás, ezt fogod és vezetsz. De most a problémák akkor kezdődnek, amikor nem élvezeti jelleggel autózol, hanem mondjuk a városban. Tehát szeretnél kikanyarodni egy szűk utcából, és a kormány visszapörgetésénél oda nyúlnál valahova, ahol nincs kormány. Ezzel a kormánnyal kapcsolatban két igazán jó dolog van. Az egyik, hogy a Tesla irgalmatlan hírverést csinált magának, tehát az összes fotel szakértő megmondta, hogy ezzel nem lehet autózni. A másik pedig az, hogy nem kötelező megrendelni. Tehát ezt az autót meg lehet venni hagyományos kerek kormánnyal, és mindennél többet elmond, hogy az az autó, amivel a Nordschleife körrekordot futották a napokban, hát abban bizony kerek kormány volt. Musk a Roadster többek közt azzal is promózta, hogy ha megveszed, nem csak egy penge autód lesz, hanem ezzel támogatod az elérhető áru tömegmodellnek is a létrejöttét. Na most a Roadster egy 100 000 dolláros autó volt, és tényleg ahhoz képest kvázi tömegmodell a Model S. És így épül fel a nem annyira titkos terv. Tényleg ez így van fent a weboldalon, hogy titkos terv, nem mondd el senkinek. Nyilván bárki elolvashatja, ez is egy aranyos geg. De ez nem csak egy ilyen légből kapott gondolat volt, ez tényleg egy tudatos terv volt. Először kell egy autó, ami megcsinálja az imidzset. Ez lett a Roadster. Hogyha egy ilyen kis környezetbarát kis tejfölös dobozt csinálnak, mint mondjuk egy C-Zero, senki nem emlékezne rájuk. Így, hogy egy Lotus-t építettek át villanysportautónak, így megvolt a név. Aztán kellett csinálni egy autót, ami megalapozza a tőkét. Min lehet sok pénzt keresni? Hát egy nagy luxus autón. Következő modell egy újabb luxus autó, amivel megint csak imidzset építenek, és megint gennyesre keresik magukat. Ez lett a Model X, és itt jön a lényeg. A Model 3 és a Model Y, ezek már valóban elérhető autók. Olyannyira elérhető autók, hogy ahogy arról korábban szó volt, jelenleg 2023 első negyedévében a Tesla Model Y-ból adtak el a legtöbbet a világon. Szóval a mesterterv működni látszik, és akármennyire is ellentmondásos figura Musk, akármennyire is ellenszenves néhány megszólalása, akármennyire is vannak elbaltázott üzleti lépései, megcsinálta. Furcsa belegondolni, hogy ez az autó 17 évvel ezelőtt elment 350 kilométert, és hogyha most beletesszük a Teslának a modern akkumulátorait, amire amúgy lehetőség van, akkor még mindig nagyjából 400-at el tud menni. Most ez itt oké, tudja a 600-at ideális körülmények között, de ehhez 2,2 tonna kell, tehát nem biztos, hogy ez a jó irány, hogyha a fenntartható közlekedést célozzuk. Ugyanakkor ez egy olyan mély filozófiai vita, ami nem ma fog eldőlni. Viszont Soichiro Honda a visszaemlékezéseiben írta, hogy mennyire szégyelli magát, hogy alkalmanként felpofozta azokat a kollégáit, akiknek a munkájával nem volt elégedett. Ez nyilvánvalóan nagyon rossz hatással van a légkörre, de közben keletkeztek olyan járművek, mint a Honda NSX. Ezzel szemben nem tudom, hogy Elon Musk valaha meggyónja a teherbe ejtett titkárnőket, az viszont biztos, hogy az autóiparban, meg úgy általában a világot előrevívő emberek között egyik sem volt olyan arc, akivel különösebben szívesen mentél volna sörözni szombat este, mint Enzo Ferrari, Steve Jobs, meg hát most már ide kell sorolni Elon Muskot is.